videófelvételt készítek erről a Highgend Yamaha DSPA 970-es csúcserősítőről. 8 hangfal kimenettel rendelkezik, és csodaszép hanggal. Van rajta egy csomó bemeneti választás is. Természetesen már a pono is köztük van. Illusztrálom egy pillanatra a hangját. Csodaszép hangja van. Tényleg igazi Highgend csúcsminőség. A Bakeli temezgyátszótól sorolom van AUX 1, AUX 2, Pono, Tép, Tuner, TV, DAB, VCR, illetve VCR 1, VCR 2, CD és LD. Rengeteg csatlakozó van a hátulján is. Front oldalon az AUX RCA csatlakozó, mert a videót már nem nagyon használjuk szerintem, de az AUX RCA csatlakozó front oldalról aranyozott, fejhallgatóról is csodaszép hangja van. Van rajta egy csomó előprogramozott lehetőség, megmondom őszintén, én ehhez nem nagyon értek. Arra viszont rájöttem, hogy hogy lehet kikapcsolni az egészet. Itt ki lehet, illetve be lehet kapcsolni, hogyha hangzásokat akarunk kihozni. Halkítok egy picit, hogy letítsák a zenei, ismert, védett zenei nyaktartalom miatt a YouTube-on a videómat, vagy csak a hanganyagot. Ja, itt vannak a programok. Rengeteg előre programozott beállítás van benne. Az Európát keresem, hogy abba kezdődött. Ez az. Van rajta Recode. Ez is állítható természetesen. Most a CD inputot állítottam, de plusz 6, minusz 6-ba, ja nem nulláig, 0 plusz 6-ba lehet vezérelni. Hát rendkívül komoly teljesítmény, hát fél hangerőig nem tettem föl. Egynegyed hangerőn a 150 wattos hangfalaimat már szaggatja, és akkor alapon van minden hangszín. Effektet kikapcsoltam. Hatalmasat szó. Hát mondjuk közel 20 kilós darab, vagy lehet, hogy van is annyi. Körbe viszem a kamerát, és bemutatom a minden oldalról, minden szögből az állapotát a készüléknek. Szerintem nagyon szép állapotban van. Megkímélt, hatalmas nagy tápegység van benne. Hát az oldalára ragasztottak egy GBL feliratot, én nem bántottam, mert hát ha ott maradt valami nyom. Minden oldalról, minden szögből megkímélt készülék. Kikapcsolom, hogy mozgatni tudjam. A hátulját akarom megmutatni videón is. Igen. Hát a 8 hangfal kimenet és a rengeteg RCA. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem, és kérlek, tekints meg róla készült nagy felbontású képeimet is. További szép napot kívánok!